És vannak hályák, ahol a gazdák nem engedték, hogy kiassuk a patakot. A tavaly, amikor a patattakarítás, a patakmerejtakarítás történt, onnat már elindult eredetileg a baj. És továbbiabban vannak olyan köves hidak, amik nem elég magasak. Most megállapítottuk azt, hogy teljes mértékben itt a hozó rész hátulról érinti a víz. Hátulról az ugye mindenkinek a pincéje. Pincétől ugye a ház, a szoba. És itt pedig alul ismét úgy gondoljuk Mátyás Attila részénél, hogy nem elég széles a patak megölt. Megdugott sokáig a támfalú, tavaly jelentettük ezt a vízügynek is, most még jobban, meg a telek látszódnak a patakba, ha tetszik nézni. Megoldás volna az, amit mi Sándor ötlete előtt már beszéltünk, hogy fennek gátat csinálni a falu végén, ami annyit engedne át, amelyik a patakkal ér megold, viszont egyelőre mindenképpen azokat a hídakat, amik alacsonyabban vannak, fel kell emelni. Egyéni embereknél csak erőbe tudunk segíteni, így néz ki. Egyedül pedig megpróbáljuk. Megy egyetlen a segítségével a megoldás. Múlt évben is erős károsulást szenvedett ez a részen, ezen a részen lakó embereknek a házai, a kertjei, a megyei út, a községi utak. És egyértelműen látszik, hogy ha a vízügy nem teszi a dolgát, akkor meg kell próbáljuk mi közös erővel a megye és a helyi tanács. Én bízom benne, hogy egy olyan szakszerű tervet el tudunk készíteni, amelyet megkapjuk a törvényi hátteret is, mert ebben a pillanatban sajnos a magánterületen, illetve a magánrészeken való közbeavatkozásnak még a kialakult gyakorlata, jogi formája kevésbé találtuk meg. Ellenben hisszük azt, hogy a vészhelyzetnek a kezeléséhez, akár a kisajátításnak az eszközével is élve megtaláljuk a megoldást, ugye a megyei út mellett, mint a települési utak mellett, hogy vegyük rá az embereket arra, hogy a kerítés ne tolják annyira ki a patakmederbe, illetve egyértelmű az is, hogy ez a víz nem itt keletkezett, nem itt gyűlt fel a falon belül, hanem fentről a hegyekből jött. Ma már az égszakadások, a nagyobb zivatarok, záporesők esetében a hegyeknek a gyűjtő medencéjében kialakulnak a gyors lefolyású vizek. Sajnos Csíkszentmártón tekintetében ez rendszeresen gondot jelent. A Úzvölgyi út irányából jön ez a patak a Rugártető felől. Én bízom benne, hogy a kárfeltevést akkor itt most a községben minnyamarább elvégzik, holnap után, és utána a megye prefektusával együtt fel tudjuk terjeszteni a kártérítése, illetve a károk helyrehozatalára a kormány határozatot, és ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan, legalábbis mi a megyei tanácsnál, és így ahogy alpolgármester úr is mondta, neki fogunk a tervezésnek